Az 58 éves Ryan Wesley Raut az a feltételezett fegyveres merénylő, aki a hatóságok szerint célba vette Trump volt elnököt. Korábban tetőfedő vállalkozóként dolgozott az észak-karolinai Greensboro-ban, később Hawaii-ra költözött. A beszámolók szerint 2019 óta kizárólag demokratikus jelölteknek és ügyekre adományozott. De a jelek szerint 2016-ban még Trump támogatója volt, majd ellene fordult. Raut a közösségi médiában azt posztolta, hogy Trump kampányának jobb címe lenne az, hogy tegyük Amerikát újra rabszolgává. A katonai tapasztalattal nem rendelkező Rauttal 2022-ben interjút készített a Newsweek azzal kapcsolatban, hogy nagyon támogatta Ukrajnát és annak Oroszország elleni háborúját. Ez a konfliktus egyértelműen fekete-fehér, a jó és a rossz harca. Raut elmondta, hogy hajlandó lenne Ukrajnában harcolni és meghalni. 2023-ban a New York Timesnak úgy nyilatkozott, hogy elutazott Ukrajnába, ahol afgán katonákat akar toborozni a harcokhoz. A rendőrség elmondta, hogy Raut a Trump International Golf Club kerítése mögé próbált elbújni egy AK-47-es fegyverrel, amelyen célzó berendezés volt. Volt rajta páncélmellény és két hátizsák, valamint egy GoPro kamera. Úgy 300-400 méterre volt a korábbi elnöktől, és látszólag éppen rácélzott. Egy olyan ügynök, aki mindig egy pályaszakasszal előrébb jár, mint az elnök, kiszúrta, hogy egy puskacső kilóg a kerítésből, ezért azonnal megpróbálta letámadni az elkövetőt, aki viszont elmenekült. Raut ugyan autóval elmenekült, a szomszédos megyében azonban sikerült elkapni. Trump volt elnök közleményt adott ki, melyben kijelentette, hogy az újabb merénylet után elkötelezettsége csak erősebb lett, és soha nem lassít, soha nem adja fel. Biden elnök is nyilatkozatot adott ki, amelyben azt mondta, hogy országunkban nincs és nem is lesz helye semmilyen politikai vagy más jellegű erőszakcselekménynek. Megígérte, hogy minden forrást a titkosszolgálatok rendelkezésére fog bocsátani, hogy megvédhessék a korábbi elnököt.